2020 végén városunkban is megkezdte működését a népkonyha szolgáltatás. A népkonyha szolgáltatás során a lakosok térítésmentesen juthatnak hozzá a hét minden napján az egytán meleg ételhez. A népkonyha előkészítése 2020. augusztusában kezdődött, és november végére jutottunk el oda, hogy el tudtuk indítani. Azt kell róla tudni, hogy minden 18. életévét betöltött hajdunánási lakos igényelheti, jövedelmi viszonyoktól függetlenül. Az induláskor nem érte el a 800 főt az igénylők létszáma, azonban már majdnem megtriplázódott a helyiek igénye a népkonyha iránt. A konyha kapacitása lehetővé teszi a létszám bővülését, így aki szeretné, még igényelheti a népkonyha szolgáltatást. Novemberben, amikor kezdtünk, akkor 700 fő felett volt az induló létszámunk, most 1700 fő fölött van a megrendelt adagszám, tehát elég tisztességesen megnőtt. A konyhán kapacitása az 2000 adagra szól, ezt maximum 10%-kal haladhatjuk meg. Tehát meg tudok nyugtatni mindenkit a felől, hogy nyugodtan lehet még jelentkezni, biztosan be tudnak kerülni, tehát a kapacitásunk ezt lehetővé teszi. A népkonyha szolgáltatást az a 18. életévét betöltött személy vehet igénybe, aki egy év szociális alapon működő étkezési támogatásban nem részesül. Az új igények leadására bármikor van lehetőség az osztópontokon, de az önkormányzat honlapján megtalálható űrlap kitöltésével is lehet jelentkezni. Kezdetektől folyamatosan igényelhető. Egy regisztrációs lapot kell kitölteni néhány alapadattal, és azt kell leadni. Ezt meg lehet tenni papíralapon, bármelyik osztóponton, és itt a főkonyhán is tudunk adni regisztrációs lapot, és bármelyik osztóponton is, itt nálunk is ez leadható kitöltve, illetve a önkormányzat honlapján online is lehet erre jelentkezni. Azt hagyd mondjam még el, hogy aki jelentkezni szeretne, nagyon alaposan figyeljen már oda, töltse ki minden adatával a regisztrációs lapot, és feltétlenül jelölje meg, hogy melyik osztóponton kívánja a szolgáltatást igénybe venni, mert ami probléma van az adminisztrációval, annak nagy része abból adódik, hogy nincsen teljes részletességgel kitöltve a regisztráció. És még annyit szeretnék elmondani, hogy azt vegye figyelembe mindenki, hogy az adminisztráció nem itt Hajdunánáson, hanem Debrecenben történik, és azt vállalták, hogy a tárgy héten leadott új regisztrációs lapokat következő hétfőtől tudják a listába felvezetni. Tehát ha valaki ezen a héten, mondjuk kedden, leadja a regisztrációs lapját, az a következő hét hétfőtől tud hivatalosan népkonyhai szolgáltatásban részt venni. Az egytán meleg ételhez nem kell semmilyen edényt, ételhordót vinni, ugyanis egyszer használatos, eldobható tálban kerül kiosztásra az adag. Mindig változatos és laktató ételt készítenek a közétkeztetési non-profit Kft. Szakemberei. Kiadagulás után ezek termoboxokban várják a kiosztást, tehát ezek a kiosztáskor még melegek, akár ott minden további nélkül elfogyaszthatók. Annyit esetleg, ha kérhetünk, hogy valamilyen jellegű táskát hozzanak, tehát hogy ne mindenki az utcán menjen a kezében a egyszer használatos edénnyel, tehát legalább egy szatyorba tegyük bele. És hogy milyen ételeket adunk, gyakorlatilag normál, általánosan elfogadott magyar egytál ételeket. Egy héten egyszer van valamilyen húsos leves, egy héten egyszer van valamilyen tésztaétel, a többi pedig vagy valamilyen főzelék feltétel, vagy pörkölt, vagy tokány körettel, esetleg rakott ételek, tehát normál általánosan használatos magyar ételekről van szó. Egyelőre 5 osztóponton zajlik az ételek kiosztása a város különböző részein, amelyek könnyen megközelíthetőek. 5 helyen osztjuk az ételt, van egy osztópont Tedelyen,
a három nagy iskolai egységnél, tehát a Polgári utcán, az Iskola utcán és a Magyar utcán, illetve a KHT főkonyháján, a Bocskai utca 6 szám alatt, itt két helyen, a hátsó bejáratnál és a főbejáratnál. A népkonyha szolgáltatás nagyszerű lehetőség az időseknek, egyedülálló embereknek, de akár a családoknak is, főleg ha nincs idő és lehetőség a mindennapi meleg étel elkészítésére.